hallani farka sem tudott igazán megharapni. Kis olyan félretett szinten. Kis lábújjal félretett szinten. Látod, hogy a három farkas az így megpróbálja megenni őket, nem igazán tudnak mit csinálni, viszont akkor... Ha lényegesen magasabbak ők, gondolom, mint a farkasok, igen, akkor igazából meg tudunk csinálni azt, hogy... We have the high ground. We have the high ground. Hogy a farkasok marmagasságáig, ami mondjuk kb. Nekik a hasukig ér, addig töltöm meg az, ezzel a köddel a... Ez melyik van ez az? Álomhozó köd. Mhm. Nézzük meg, hogy létrejön-e egyáltalán. Igen, először nézzük meg, hogy létrejön-e, úgyhogy nézzük rá egy csekket. 33. Akkor nem. Akkor nem. Hát nem, te egy ötös nehézségű próbáltál előni? Durván. Igen. Oké, ez nagyon nincsen meg. Ez 0-3-ra is alatta meg lett volna. Ó, de így is van benne 0 és meg 3-as is. Másik oldalon. Igen. Ugye, következőre vedd fel a hazudok a mesélőnek skillt. Ja. Jó. Ki robban föl? Nem robban föl senki. Nyugi. Jó, viszont... kiengeded magadból a mágiát. Kien? Megpróbál elaltatni azokat a farkasokat. Elén. És... egy... egy hangorkán robban ki belőled. A környéken mindenkitől kérek egy eszencia, pajzs, csekket. Saját magamtól is? Én ben vagyok a házba. Magadtól is. Megvan. Ilyenkor bezzeg nullátot dobok. Aktuálisan. Na nincs meg. Blokk. Jó, te blokkoltad. Oké, akkor az eszencia pajzsatból vonj el a 8-at. Mi? A szar! A 8-as erői varázshoz volt. Jézus! És akinek meg nincsen meg, az D8-al dobjon kérlek. Bocsánat, D10-zel, 8-as erőséghez. Ja. 6. Az 6 fizikális sérülés. Ugyan kérlek. Kicsit vérzek. Nekem 0-6-tal meg lett a pajzs. Akkor vond a 8-at a aktuális eszencia pajzsot. De a hangolykán az köldök magaságig már, nem? Nem. 10. Ami azt illeti... Nem. Nem baj, a védelem legalább működik. Nem az ellen, aki ellen kivonta három. De volt egy olyan megérzés, hogy ellened nagyobb hasznát fogom venni, mint az enemy magic casternek. Ő is megsükezült, na. Jó, remélem. Mind a három farkas és a druida is azonnal a fülükhöz kapnak, és kicsit lerogynak féltérdre, eléggé mondjuk úgy, hogy fáj. Meg ne is tenni a figyelmüket. Én a hát, mondatomhoz hozzáfognak, hogy ez a büntetésem. De most úgyse hallják. Jó, majd amikor elmegy a szegmensből odáig. Viszont akkor a kérdés, hogy akkor most az eredetit, az álomhoz a ködi szegmensét hozzam le? Vagy az eszenciáját? Jó. Akkor még van 34 eszenciája. Ó, hát van még itt. Ezt mondja, hogy... Jó, és akkor mit szeretnék következőnek? Úristen. Most pihenek egy picit. Most így fölmérem a terepet, és a helyzetet. Fireball. Fireball, igen. Plusz 10. Gyakorlatilag kivársz. Igen, most egy kicsit kivárok. Jó, rendben. Hát miközben ezek a dolgok történnek, te látod, hogy mindenki a füléhez kap, tehát pedig így kicsit érdeklődve nézel körbe, hogy mégis mi történt. Megsüketültem. Igen. Rivers. Bejegyik az akció. Csak 25 perc felvételig tartva. Jó, akkor most dobok arra, hogy eltalálom-e. Ugye? Igen. Biztos? Ököl. Fasz. 90. Nem. Miért? Miért? Miért?
Azért, mert a védelmi ízé szintük az legalább 2-es fogakkal, neked van egy 0-es Alor, nem, most visítottak... 5-ös a célszám. Most visítottak, miért az, hogy 5-ös a célszám? 5 vagy alatta. Miért 5 vagy alatta? Meg 0-es támadó szintet van az ökörre, neki meg van egy kereszt. Ez egy jégtüske, te észre! Ez egy jégtüske! Ez nem az volt. Ez egy jégtüske! Te kretén! Jó, bocsánat, a jég... Jó, már... Jégnyíl vagy mi a nem az... Ja, jégnyíl, 193. Igen, igen. Azt nem tudom, hogy ez automatikusan bemegy. Igen, ez alapvetően automatikusan bemegy. Ja, akkor ez csak 2-es nehézség, 3-as izét van, akkor a CSM 90. 90-et dobla. Szukám! D6. Na, úristen, figyelj, 1, 2. Úgy megsebeztem, fél óráig tartott. De megsebeztem. Többet sebeztem, mint ő az előtt. Miért? Most csak a csapdod, de előtteig? Hát jó, ez igaz. Ez is kúrva. Több sikeres varázslat. Tudok van mágiát tolni? Nem. Miért nem? Hát akkor tudsz van mágiát tolni, hogyha a varázslat a dobszint 100-as, az tudva a kisebb sikert, akkor jön egy random mágia. Ne, tudod, nem olyan könnyű ezt nem csinálni. De ahhoz egy varázslat, vagy te varázslat. Jó, oké, szuper. Akadémikus varázslogár. És a másik fejlően nem. Figyelj, tudod mit? Akkor megpróbálnám megfullasztani ezt a kretént. Jó, hívok egy vízsugarat. Jó, rendben. Ne öld meg! Nem. De megszabad. Nem szabad. De házott kutyaszag lesz. Akkor... De nyugi, vízi hullást, majd ő újra lesz a délátkozott el? Vagy. Nem, figyelj, van egy ötletem. Telepumpálom vízzel, és aztán megfagyasztom a vizet benne. És akkor lehibernáltam. És ez 50 szegmens. Hát, jó. De az alatt az 50 szegmens alatt úgy lefagyasztva, mint a kurva élet. Dobj egy D6-ot. Szuper, nagyon jó. Akkor ez összesen... Hányan dobtál? 22 szegmens múlva kis... Egy D6-ban dobtál egy 10-es? Nem, 3-as, csak 10 szegmensbe kerül a vízsugár. Dehogy is, a vízsugár az 3 szegmens, a 6-ul egy 10 szegmens. 10 szegmens. Nem! 3 per 10 van nekem fölírva. Elmondás idő 3 szegmens, 6 idő 10 szegmens. Jó, hogy 10 szegmensig 6? 10 szegmensig. Jó! Bocsánat, akkor csak 15 szegmens húvassuk ki. De utána 10 szegmensig. Mint klitorella. Szegmensenként 20 liter víz amúgy. Figyelj, jó, majd szóljatok, ha jövök. És hogy van, hogyha valaki vizes és villám csap rá, akkor... Ha valaki vizes és villám csap rá, akkor az hogy is van? Pont úgy. Király. Meg leszel. Mi? Villám csap van. Villám csap... Á, ott még nem tartunk. Tudom, mit akarod csinálni, csak biztos, hogy az jön ki belőle. Jó, rendben. Az egyik farkas, amelyiknek a füle is nagyon fáj, meg belecsapott egy jégnyíl is, és már egy nagyon vizé, az próbál inkább elvonszolja magát tőletek. Ja, az azt is jelenti, hogy én felajánlok neked egy gyakorlatilag opportunity attackot. Nem akarsz elérni. Uh-huh. Jó, tovább a szegmenseket. Mennyibe kezd kapnak, nem, de jó rendben. Akkor igazából ez a farkas, ez így megindul megkunyátkodva sátikálva vissza az erdőbe. Futni próbál, nem igazán tud. Jó, hát nekem ugyanaz a, a szándékom, hogy... Csak védekezel. Nem. Folytatom az izét, a súlykolást. Jó. Rendben, akkor bárki, aki látja, hogy a farkas megindul visszafelé, akar elváltoztatni a cselekedetét. Hát a farkasom nem, de egyébként majd cselekednék. Hát majd amikor jó. Aha, jó. Jó, akkor folytatod a súlykolást. Uh-huh. Nézzük, mennyire tudod ezt jól súlykolni. Van visszhangod? Ez a... Van visszhangod? Igen, csak hang. Csak lassan ér vissza a biomból. Du! Azt! Azt! Szóval... Tell me why! 89. Többet nem dobok így. Ez annyira nem már ebben. Jó, és akkor 3-as, 2-es... Jó, hát ez... Igazából azért, mert az előbb. Sikerült vele elkezdeni. Én most dobnék egy izét. Most nem kell? Ja? Bocsra. Én most dobnék egy jó szerencsét, Robert. Jó, rendben, nézzük meg, hogy megy. Nyi.
28 a 35 alá. Az akkor 7-re van alatta. Jó, hát akkor az egy kis szerencse. Ahogy elkezded a monológodat, ami ugye arról szólt, hogy ez a büntetés azért, amiért elnézhetődél. Az hozzá lett téve csak. Az csak hozzá lett téve. De mihez? Ahhoz lett hozzá téve, hogy igenis küld vissza a farkasokat, és tárgyalj az emberekkel, folytasd a tárgyalást és a meggyőzést az emberekkel. Jó rendben, mivel csak kétel ott alá a szerencsét, egyrészt húzd le, vagy növeld a bal sorsodat és csökkent a jó sorsodat. Egyel. Viszont miközben ezt az egészet mondod, feltámad a szél. Nem egy erőteljes szélvihar, de egy határozottan semmiből jövő szél. Arra épp elég, hogy a druidában megerősítse azt a félelmét, hogy tényleg Zéni a haragja sújt rá, és hiszem, ugye eddig meg volt a torpama, meg volt hába, és most rátok sem néz, meg se tudott fejbe, hogy ti lehetek azok, hogy... Elromlott. Narratíva, fütyül. Elromlott a druidában. Vágd alá, és akkor nincsen gáz. A fütyülője. Szóval fütyül egyet, és így megindul be az erdőbe, az erdő irányába. Ki? Ő is. A farkasok. Fél, hogy ízít, hogy Zénia ellentett, és megy vezekelni. És akkor ő lesz a farkasokkal táncoló. Kapjátok el, srácom! Hé, hogy a 20 szegmens múlva, hogy megmozdulok. Akkor mondom, hogy... Te nem! Jó. És javált, és felaggódott, vagy hát a harc. Na jó. Hát gyakorlatilag a farkasok megindulnak, hogy effektíva a harcnak vége. Úgyhogy igazából tudtok szabadon cselekedni, hogy... Ó, hát akkor varázslok. Ne! Légy színe! Jó? De. Figyelj, tehát még Britannica kapitány sem bír ennyit várni. De, most jön az ultimét vejelti. Figyelj, légy szíves valami ilyen 120-as szintű f***est, amit 0-0-án tudsz csak eltalálni, jó? Mint a LOL-ban rázsnak a varázskönyvben, a négy betű van ott. Igen. A négy gomb. A négy gombot használsz. Ez csak 6-os nehézségi szintű. Az első oldalon van egy 6-os, az neked 7-es, az azt jelenti, hogy 0-3, 0-2 és 0-1-el sikerül. Az tök jó, hajrá! Arra van esély. De figyelj, akkor legyen AOE cél, az meg engem egy nagy vagyok. Neked oké, hogy van blokkod, de nekem nincs. De senki nem érdekel. Én blokkolok neked is. Te is nagy vagy. De igazából mi kettő kicsi vagyunk. Nem elég. Két normál. Szóval? Szóval én mondom neki, hogy állj. Oké. Én meg megpróbálok hamis emléket tenni az a kis elméjébe. Én meg utána kiabálnék, hogy told le a gacsádat! Visszhangba! Állj, tudod a gacsádat! Állj, told le! A gacsádat! Told le! Le! Jó, hát igazából rád azonnal harmít, hogy azonnal megáll a farkasokat, azok meg mennek be az erdőbe, nem foglalkoznak veletek. És tényleg elkezdesz, told le a gacsádat? Igen, véresen komoly. Dobj már erre egy meggyőzést! Olyat dobok, hallod? Hogy 98. Figyelj, ha dobok 98, 9 vagy 100-at, akkor kiegyezhetünk egy Fireball-ban. Csak hogy... Kapod az arcodba a druidát. Oké, tök jó, szuper. Csak hogy legyen legalább értelme a karakternek, jó? 92! 90 volt a célszámod. Mi? 90-es célszámom rábeszélésre? Igen. Igen. 90 alá kellett volna dobnod. Mit akar? Sokkal jobb esélyeid vannak, mint nekem bármire. Mosattátok már, hogy megsérült ez. Nem akarsz adni rerollt, valamit? Most majd megkérdezed. Jó szerencsedobás. Jó szerencsedobás, na! Alkudozzunk még. Mi? Dobjál szerencsét, és utána amúgy húzzal. Sorsra dobjak? Sorsra. Az jó, eddig az jó ment. Figyelj, most nem fog menni. Ja, igen, És fújjon is rá. Fújj meg. Azaz, gyerünk, tessék, na, 85, ezért adtad oda. De ha az enyémmel dobok, figyeld, akkor az 56, az még, az semleges, az még mindig nem jó. Hát, A kezed a szar. A gránit kézben nehéz. Máskor leszek én a bal, jó? Te leszel a jobb, cserélünk.
Meguntam ezt az oldalt. Meguntam ezt az oldalt. Ez lehet a legnagyobb probléma egy ilyen sziamiker helyzetben. Meguntam ezt a jobb oldalt. Sosem nem látom. Tudok a bal oldalamra fordulni. Miért? Mert oda van nőve a testvérem. Oké, okay, szóval... 87-et dobtál? 86-ot. És honnantól van neked a balsor zónád? 68. Az 18. Nem rossz számolom? 18, igen. Dehogy is. Nem, majd én. Most lerohad a bal oldalam. Figyelj, azt mondod, hogy rákérdez, hogy tolld a gatyád, és kihozom az övet, és lecsúszik a te gatyád. Jó. De az nem veszel is észre, csak ő. Oké. Okay. De szerintem kellően impozánsak vagyunk. Atya úristen. Ezt hagyd el. És meg húzd fel a nadrágod. Mert nadrágunk. Ez a tiéd. Ez a tiéd. Ehhez nekem semmi köszön. Hát akkor én fölvállalom. Egy kézzel, egy kézzel. Ja, bocs, én fölvállalom. Én. Ő nem. Ő szégyellős.